Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, és az Ákos azzal kezdte a mai napot, ugye, hogy viharos időket élünk, és reggel, amikor készülöttem, akkor hallgattam a rádiót, és egy gyönyörű mondatot sikerült gyorsan lejegyeznem. A felettünk örvénylő ciklon élettanilag legmegterhelőbb napja elé nézünk, ezt mondták ma be. Hát mindenki nagyon vigyázom most magára, mert ez most megterhelő lesz, még fokozni fogjuk ezt, vagy lehet, hogy sokkoló lesz sokak számára. Láthatjátok itt az első dián is, ugye, hogy ez egy watchdog jelentésre utal tulajdonképpen ez a rövid előadás, amit mi házi használatban watchdognak hívunk. Arról van szó, hogy 2010-től 2013-ig tartó időszakban áttekintettük azt, hogy végül is mi történt a magyar drogpolitika területén civil szemszögből, és most sikerül, igen. És sorba vettük azokat a meghatározó eseményeket, és az esemény alatt itt most értünk ugye különböző intézkedéseket, mindenféle történéseket, világossá fog válni, hogy miért fogalmazok ilyen lazán, és különböző rendezvényeket is. Mind ebben a jelentésben, ami elkészült, ez egyébként ilyen hosszú, de természetesen ezt most nem fogom felolvasni, csak szemezgetek belőle. Ebben a jelentésben minden egyes eseménynél ugye megjelenítjük azt természetesen, hogy mikortól datálódik, tehát mi az időpontja a megjelenésnek, vagy pedig egy hatályba lépésnek, hogyha egy törvényről van szó, vagy egy rendeletről, és hát tartalmazza a jelentés a szükséges hivatkozásokat, illetve forrás megjelöléseket is. A watchdog természetéből adódóan ez egy összefoglaló jellegű, és inkább az összefüggésekre mutató, relatíve nagyon rövid terjedelmű anyag. Civil szakmai szempontú, tehát ennyiben tekinthető tulajdonképpen szubjektívnek, és hárman voltunk a szerzői, Felvinci Katalin, Sárosi Péter és én. A megjelenése ennek hivatalosan vagy nyilvánosan május végére várható. Ennek az az oka, hogy ezt elsősorban nem a MADÁSZ vagy valamelyik ernyőszervezetnek a honlapján szeretnénk megjeleníteni, hanem készül most egy olyan civil watchdog portál, aminek az a célja, hogy a szociális, az egészségügyi, a kulturális, illetve az oktatási területeken tapasztalható politikai, szakmapolitikai eseményeket hozzánk hasonló módon összeszedjék, azok a szakemberek, akik a területeken dolgoznak, és tulajdonképpen így egy ilyen összágazati kontextusban nézzük meg, hogy mihez illeszkedik az, amit mi a drogügyben találunk. Sorba fogom venni, és elnézést kérek, de egész biztos, hogy hadarni fogok, mert nagyon kevés az idő. Tehát akkor röviden fogok mindegyikről beszélni. Vegyük sorba, hogy mi is történt 2010 óta. 2010 decemberétől számítjuk most csak. Ennyivel is könnyebb lesz. Tehát 2010. december 13-án pénzgazdálkodási szempontokra hivatkozva felmentették Portörő Pétert, aki addig a nemzeti drogkoordinátor volt. 2011. január 31-ével pedig megszűnt Felvinci Katalin, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatójának, február 15-ével pedig Topolánszki Ákosnak, az igazgató helyettesnek a jogviszonya, úgymond közös megállapodással. Két héten belül elkezdődött Magyarország uniós elnökségi periódusa, aminek azért van jelentősége, mert az említett személyek készítették elő a teljes elnökségi munkatervet. Az NDI ezt követően súlyos kapacitási gondokkal küzdött, a korábban vitt feladatai közül gyakorlatilag egyiknek a teljesítését sem tudta érdemben folytatni, például nem tudta biztosítani a 2003-tól folyamatosan működő, az elterelés keretében biztosított megelőző felvilágosító szolgáltatások finanszírozását, megszűnt a könyvkiadási funkciója, folyamatosan megszűnt szakmai támogató funkciója, jelentősen elsorvadt a kefek rendszere. Mára az NDI, ha még ez aktuális, egy kis létszámú 4 fős főosztály, nemzetközi beágyazottság, kutatási potenciál és finanszírozási források nélkül. A következő esemény az volt, amikor 2010. december 16-án a kormány bejelentette, hogy vállalhatatlannak tekinti a korábbi drogstratégiát. Ugye, mint tudjuk, 2000-ben fogadták el Magyarországon az első nemzeti drogstratégiát, azt még 98%-os parlamenti többséggel. 2009-ben megtörtént ennek a stratégiának az értékelése, majd pedig elindult az új stratégia kidolgozásának a folyamata, részben a szakmai ernyőszervezetek, illetve más szakemberek bevonásával. Az új stratégiát végül 2009. decemberében elfogadták, igaz, hogy minimális szavazat többséggel a magyar parlamentben, de végrehajtási rendelet már nem csatlakozott hozzá, és az új kormány 8 hónappal később 2009-es stratégiát vállalhatatlannak minősítette. A jövőben, mondták ők, tehát a kormány
magyarázatában az állt, hogy a jövőben a prevencióra, az egészségtudatosságra kell koncentrálni, nem pedig a droghasználók jogainak a hangsúlyozására. A döntést egyébként semmilyen hivatalos kormányzati dokumentum ez időtájt nem tartalmazta. És a harmadik, ami még ezen a dián van, ugye, az gyakorlatilag ennek a mai eseménynek a anyukája, amikor 2010 jól mondom? Nem, 11-ben, 2011-ben, február 24-én a Magyar Telekom székházában, sokan ott voltatok még, azon is már, február 24-én, tehát a négy nagy szakmai ernyőszervezet létrehozta az első ilyen éves fórumát, azzal a szándékkal, hogy ez hagyományteremtő legyen. Sikerült tulajdonképpen ez idáig ezt teljesítenünk, igaz, hogy közben elköltöztünk. Ennek is voltak okai, de 2012-ben aktualitást adtak ennek a fórumnak szintén a szakmai tevékenységek finanszírozási lehetetlenségei, a büntetőtörvénykönyv várható és aggasztó átalakítása, illetve a drogstratégia hiánya. Aztán 2013, tehát már a tavalyi évnél tartunk, május 7-én ugyancsak volt egy ilyen fórum. Békepipa, szakmai béke vagy tartós víz alatti élet, lesz-e együttműködés a területen címmel, vártuk akkor a civil szervezeteket, szakembereket, intézményvezetőket. Tovább megyek. Igen. Bekerült például ilyen esemény is, mert azt gondoltuk, hogy ennek is van, volt nagyon nagy jelentősége arra, hogy bizonyos kérdések hogyan kerültek be a drogpolitika színterére. A Westbalkán tragédia időpontját látjátok, 2011. január 15-én három fiatal halt meg ezen a szórakozó helyen. Most nem ismertetem az esetet, azt hiszem mindenki tudja, hogy miről van szó. Ennek a tragédiának óriási média visszhangja volt. A felelősség kérdését az ügyben érintett üzemeltető, a szervezők és a szakhatóságok, illetve az érvényben lévő jogszabályok szerepének vizsgálata és a biztonságos szórakozó helyek komplex kérdése felől sokan áthelyezni és leszűkíteni próbálták az illegális drogfogyasztás okozta következményekre. A belügyminiszter maga mondta el egy sajtótájékoztatón, hogy amfetamint találtak az egyik áldozat vérében, amit később a család ügyvédje cáfolt, de újabb miniszteri nyilatkozat erre már, vagy bocsánatkérés nem született. Megalakult az Egyesület a Kulturált és Biztonságos Szórakozásért nevű civil tömörülés. Róluk elég kevés ideig hallottunk. Elvileg a céljuk a zenés táncos szórakozó helyek üzemeltetésre vonatkozó jogszabályváltozásokra való hatás. Tehát a jogszabályváltozásokra próbáltak volna hatással lenni. És ugyanebben az időszakban alakult meg a Riadólánc Gyermekeink Biztonságos Szórakozásáért Egyesület, amelyiknek volt egy ilyen szülői Facebook csoportja is. Ők még 2011 áprilisában szerveztek egy kétnapos konferenciát a biztonságos szórakozásról, amin részt vett sok szakmai szervezet is, de tulajdonképpen ez a kezdemény is a mai napra azt mondhatjuk, hogy behalt. A kormányzat 2011 tavasszán ígérte azt, éppen egy ilyen hogyan tovább drogpolitika fórumon, maga Téglási Kristóf, hogy még idén, tehát abban az évben 2011 tavasszán lesznek pályázatok a biztonságos szórakozóhelyek üzemeltetésének támogatására, tehát a parti szervízszerű szolgáltatásoknak a támogatására, és hogy ez kiemelt prioritás lesz a következő parlament által elfogadott új nemzeti drogstratégiában, ebből egyik se valósult meg. A Fővárosi Kábítószerügy Egyeztető Fórum megalakult, majd 9 hónap múlva megszűnt, tehát 2011. július 18-án szűnt meg. 2010. szeptember 15-én alakult, akkor ünnepélyes keretek között történt ez, és nagyon bizakodók voltunk. A koordinátor a H. Éva lett, aki korábban a területen dolgozó civil szakember volt, és a Fővárosi Önkormányzat megbízottjaként vette át ezt a szerepet, a társadalmi elnöke pedig a fővárosi KEF-nek, maga Tarlós István főpolgármester úr lett. Elsőként Kálik Urai Károly, szintén ismert szakember, ebben a körben ismert mentálhigiéniás szakember lett a prevenciós munkacsoport vezetője, és ő irányította a szakmai munkát is. A terv az volt egyébként, hogy majd egy ilyen rotációs módszerrel a többi munkacsoport vezetője is elnökösködni fog. A kezelés-ellátás csoport vezetője dr. Gazdag Gábor pszichiáter lett, az ártalomcsökkentő munkacsoport vezetője én, Barna Erika addiktológiai konzultáns, és a kínálatcsökkentő munkacsoport vezetője volt dr. Németh Zsolt. 2011. július 18-án a munkacsoportvezetők lemondó nyilatkozatot írtak, egy levelet a főpolgármesternek, ebben arra hivatkoztak, hogy a nagy várakozással megalakult fórum 2011. júniusáig nem tudta elkezdeni valós működését, a Fővárosi Önkormányzat részéről soha semmilyen meghívásra egyetlen meghívott sem érkezett meg, és nem hívták össze az SMS-ben kötelezően megalakítandó tanácsokat, illetve fórumokat sem.
Még itt talán fontos azt megjegyezni, amikor így egy kicsit így rátekintünk arra, hogy mennyi pénzből hogyan gazdálkodunk a korábbiakhoz képest, hogy 2010 óta nem jelentek meg fővárosi drogügyi pályázatok, 2008 és 2010 között jelentős volt az a forrás, amit tulajdonképpen ez a terület kapott. 2009-ben 70 millió, 2010-ben 92 millió forintot ítéltek oda a szervezeteknek. Most jelenleg arra van ígéret, 2013-os még az ígéret, hogy 2014-ben az úgynevezett népegészségügyi programon belül lesznek erre ismét források. Erről információnk egyelőre nincs. 2012. január 1-én, ugye erről a Bori is beszélt, úgyhogy nem fogok részletesen, ezt sokan nagyon szorosan saját bőrünkön éreztük. Január 1-től az érvényben lévő normatíva típusú források területén jelentős elvonások voltak a szenvedélybeteg közösségi, szociális és alacsony küszöbő ellátása tekintetében. A szolgáltatóknak egy jelentős része nem kapott állami támogatást, és munkáját vagy nem tudta, vagy csak részben tudta folytatni. Többek között a MADÁSZ is akkoriban egy rendkívüli közgyűlésen ugye összegezte azt, hogy hányféle program szűnt meg, és hány munkatárs vesztette el az állását. 2012 második felében kiegészítő támogatásokra szóló pályázati felhívások jelentek meg, amelyen több korábban ellehetetlenült, vagy szinte ellehetetlenült szervezet nyert. És hát összességében a 2010 óta a hazai kábítószerügyi pályázatok források mértéke folyamatos csökkenést mutat, az előfinanszírozott programok támogatási összegei csak a futamidő alatt vagy után érkeznek meg, a hagyományosan tavasszal kiírásra kerülő pályázatok pedig általában nyáron vagy ősszel jelentek meg, kivételt ez alól a választás évében tapasztaltunk, 2014. februárjában megjelentek a kábítószerügyi pályázatok, tehát idén. április 3-án hatályba lépett az úgynevezett C-lista, az új pszichoaktív anyagokat szabályozó rendelet. 2000-es évek végén ugye tudjuk, hogy jelentősen megnőtt az úgynevezett designer drogok fogyasztása Magyarországon. Az egyes designer drogok betiltása nem vezetett a jelenség visszaszorulásához, mondták a szakemberek, csupán az egyes drogok gyors cserélődéséhez. 2012-ben a jogalkotó létrehozta az új pszichoaktív szerek jegyzékét, a C-listát, ahová gyorsított eljárásban kerülhetnek fel a szerek egy évre, amíg az Országos Addiktológiai Centrum el nem végzi a kockázatelemzésüket, majd döntenek a kábítószer listára való felhelyezésükről. A C-lista abban is különbözik a kábítószerek tiltó listájától, hogy nem csak egyes anyagok, hanem egész szercsoportok, az úgynevezett generikus képlet kerülhetnek fel rá. A civil szervezetek rámutattak arra, hogy a C-lista természetesen nem csodaszer, nem tüntette el a piacról a designer drogokat, és felhívták arra a figyelmet, hogy kutatásokra, továbbképzésekre, anonim drogbevizsgáló rendszerre, a tűcserék, utcai megkereső programok és az ellátórendszer kapacitásának jelentős bővítésre lenne szükség. 2013. augusztusában pedig még ez a történethez kapcsolódóan egy már C-listára vett szerhez köthető halálesetek kaptak a sajtóban nagy nyilvánosságot. Most korábban lapoztam, bocsánat. Lehet, hogy igen. Tisztán is lehet pörögni címmel kampányt indított az állam, tehát tulajdonképpen az állam. 2012 tavaszáról beszélünk. A kormány még 11 decemberében felkérte a Nemzeti Drogmegelőzési Irodát, vagyis az NDI-t, hogy egy designer drogok fogyasztóit megcélzó prevenciós kampányt készítsen el. Létrehoztak egy tájékoztató weblapot az új pszichoaktív szerekről. Budapesten óriás plakát kampányt folytattak. 9 városban tartottak előadást Dr. Rock Rócsó néven. A kampány összköltségvetése 10 millió forint volt, a TASZ részéről a kampányt erős kritika érte. És hát szintén egy olyan elem következik, amiről ma már volt szó, utalás szinten, de volt. A prevenciós programok iskolai környezetben való megjelenésének szabályozásának egy újabb fejezete kezdődött el, a 2012/20-as EMI rendelettel, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy csak olyan programok kerülhetnek be az iskolákba, amelyek élvezik már az Országos Egészségfejlesztési Intézet szakmai ajánlását. A Bori ugye elmondta azt, hogy jelenleg 19 ilyen program van, és ebből, ha én jól tudom, akkor most 3 olyan program van, ami kifejezetten drogprevenciós ebből a bizonyos ajánlásra rendelkező listán. Az ajánlások megléte nem volt kötelező a bűnmegelőzési tanácsadók esetében, holott ők sem tesznek eleget ugye a rendeletben foglaltaknak, valamint ebben az időszakban, vagy ettől az időszaktól tapasztaljuk azt, hogy a Szientológiai Egyház ingyenesen biztosított szakmailag semmilyen alátámasztással nem rendelkező programjai viszont bekerülnek iskolákba, illetve bizonyos szakmai konferenciákon is megjelennek.
Mindez egyébként abban a periódusban történik, amikor a parlament már elfogadta az új drogstratégiát. A korábbi években minden kommunikáció arról szólt, hogy az új drogpolitika a prevencióra és az egészségfejlesztésre kívánja helyezni a hangsúlyt. Ez egy örömteli esemény volt, minden keserűség mellett. Pont ugyanitt a Kossuth Klubban volt egy konferencia, egy szakmai találkozó 12. június 15-én, amikor a magyarországi drogellátás 25 éves fennállását ünnepeltük. Itt arról van szó, hogy a budapesti Nyőrő Gyula Kórház drogambulanciája és a szegedi dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 87-ben jöttek létre, és akkor ünnepelték 25. születésnapjukat. Ebből az alkalomból a négy szakmai ernyő szervezet előadásokat is tartott, és sok szakember itt volt. Hát emlékezzünk meg azokról a pillanatokról is, amelyek ünnepelni valók voltak. Következő esemény 2012. október 25-én a MADÁSZ öngondoskodás, a változás és megújulás szükségessége címmel rendezett konferenciát, amelynek a célja az volt, hogy a komoly financiális és szakmapolitikai válságot megélő civil drogszakma számára lehetőségeket villancson fel a progresszívebb továbbélésre. Itt voltak videóindító előadások, jó gyakorlatok bemutatására került sor, és hát ez tulajdonképpen ez a folyamat, ez még nem ért véget. Most ott nem látszik sajnos a dián, de azt nagyon fontos. 2012. november 6-án nyilvánosságra került végül is az, hogy a drogjelentést kozmetikázták. A TASZ adott először a saját blogján arról hírt, hogy a Nemzeti Drogfókuszpont éves jelentésének szakértők által lektorált tervezetéből 9 oldalnyi, tehát körülbelül 28 ezer karakternyi szöveget töröltek. Többek között nem kerülhetett be a jelentésbe Paksi Borbála és Magi Anna kutatása, amely a hazai drogprevenció hiányosságaira mutatott rá. Ezzel kapcsolatban először a Kékpont és az Indit adott ki egy közös tiltakozó közleményt, majd pedig Cenzurázatlan drogjelentés címmel a négy szakmai ernyőszervezet közösen indított petíciót. Igen. 2013. januárjánál tartunk. Onnantól datálódik ugyanis az oktatási intézmények államosítása, amely szintén hatott az iskolai drogprevenció helyzetére. Az oktatási intézmények államosítása jelentősen megváltoztatta a drogprevenciós szakmai szervezetek és maguk az iskolák, az oktatási intézmények közti kapcsolatot. Minden iskolában a tervezett drogprevenciós és egészségfejlesztő program befogadásáról a CLIC, tudjátok, a hosszú nevű intézmény jogosul dönteni, annak szakmai és finanszírozási aspektusairól egyaránt. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy a CLIC számos esetben maga is ajánl programokat, szakmai ajánlások és megismerhető referenciák nélküli programokról van itt szó. A jelenség az erős ellentmondást mutat azzal az EMI rendeleti intézkedéssel, amelyről korábban már beszéltem. A MADÁSZ többek között levélben kérte arra a CLIC-et, hogy magyarázza meg, mi ennek az oka, illetve arra is felhívta a figyelmet, ami a sajtóban ekkortájt szintén megjelent, hogy a szakmai szervezetekkel semmilyen hivatalos kapcsolatot nem tartó szientológiai rendezvényeken is támogatta a CLIC, tehát konkrétan fizette a részvételi díjukat, támogatták a pedagógus részvételét. A civil érdekképviselet átalakítására került sor 13. március 4-én. 2007-ben a kormány rendeleti úton egészítette ki még a 2000-ben létrehozott fő döntéshozó és tanácsadó szervét, a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságot, és 4 civil delegált került be, akit a szakmai szervezetek választottak maguk közül titkos szavazással. A civil delegáltakat 2011-ben újra választották, azonban a kormány bejelentette, hogy tárcaközi bizottságá alakítja ezt a KKB-t, amely ezentúl csak a kormányzati oldal képviselőit fogadja be, de a civilek számára létrehoztak egy kábítószerügyi tanácsot, amelynek a tagságát jelentősen kibővítették. A kormány úgy értelmezte ezt a folyamatot, hogy a civil érdekképviselet javítása történt meg, a KKB civil delegáltjainak álláspontja szerint annak meggyengítése és felhigítása. Hatályba lépett az új büntető törvénykönyv. 2013. július 1-én a kormány 2010-ben jelentette be még először, hogy szigorítani kívánja a kábítószerrel kapcsolatos büntetőjogi szabályozást. Az eredeti tervezett szigorát a civil kritikák hatására sikerült enyhíteni, például a kábítószer csekély mennyiségben történő átadása a törvény szerint nem 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel, hanem 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Jelentősen szigorodtak ugyanakkor az elterelés feltételei, önálló elkövetési magatartásra vált a fogyasztás, a függőséggel kapcsolatos enyhébb jogszabályokat azonban az új BTK-ból törölték. A szigorítás legfőbb kárvallottjai a rendszeres fogyasztók lettek, akik egyrészt gyakrabban kerülnek a rendőrség látókörébe, így elesnek az elterelés lehetőségétől, függőségük miatt pedig nem részesülnek enyhébb elbírálásban, így jóval könnyebben juthatnak börtönbe, mint korábban. Szigorították ezen kívül a közoktatási intézményekben történő megszerzés és átadás büntetését. A szakmai ernyőszervezetek egyöntetően elítélték ezt a szigorítást. 2013. szeptember 18-a a Józsefvárosi Önkormányzat felmondta a Kékponttal kötött megállapodást. A Kékpont Alapítvány ugye azért került bele ebbe az összefoglalóba, mert úgy gondoltuk, hogy ez túlmutat egy alapítvány és önkormányzat konfliktusán. A képviselőtestület ugye szeptember végén döntött arról, megszavazta, hogy a kerületben ártalomcsökkentő, vagyis tűcsere programot működtető Kékponttal felbontja az év végétől, tehát decembertől esedékesen az együttműködési szerződést. Arra hivatkoztak a döntéshozók, hogy az utcai drogszemét problémája kezelhetetlenné vált, mivel az alapítvány nem látta el a szerződésben foglalt feladatát, a biztonságos begyűjtését ezeknek a veszélyes hulladékoknak. A szervezet mindvégig tagadta ezeket a vádokat, mondván, hogy a köztéri drogszemétgyűjtés soha nem volt a vállalásaik között. Az egy korábbi hármas együttműködés értelmében a közterület fenntartó az önkormányzat feladata volt, ők pedig civilként az úgynevezett rejtőzködő droghasználói csoportok felkutatását vállalták. Az ország legnagyobb, tehát a forgalmat tekintve legnagyobb tűcsere programja elleni támadás, aztán később felvetette a magyarországi HIV robbanás lehetőségének a kérdését is. 100 drogszakember nyílt támogató levelet a Kékpont mellett, az országos drogszakmai ernyőszervezetek pedig szolidaritásokat fejezték ki a legkülönbözőbb szakmai fórumokon. 2013. december elején úgy tűnt, hogy a vita az nyugvópontra ért, amikor az ELMI, tehát a szakminisztérium, mind a Józsefvárosi szakminisztérium, illetve az önkormányzat bejelentette, hogy a kormány összesen 13 millió forinttal segíti a kerület drogszemét problémájának megoldását, és a Józsefváros új civil partnert von be a munkába. 14. januárjában egy addig ismeretlen, magát civilnek nevező egyesület tüntetést szervezett a Kékpont ellen. Az kimaradt a beszámolóból egyébként, hogy közben a két esemény között a kerületi kábítószerügyi fórumból is kizárták a Kékpontot, és új alakult a KEF is, és az új drogkoordinátor lett a magás szientológusnak nem való, ám de nemzetközi szientológus konferenciákon rendszeresen előadó Szomor Katalin. A tűcsereügy ideje alatt a BRFK és a fővárosi tűcsere szolgáltatók közt 2004 óta érvényben lévő együttműködési megállapodás 13. november 28-án váratlanul és egyoldalúan felmondásra került. Hol tartunk? Bocsánat, nagyon sietek. Hatályba lépett az új nemzeti drogellenes stratégia 13. október 16-án. Gyújtópontjában szermentesség, tiszta tudat és józanság került, illetve az a koncepció, hogy az egészséges többséget meg kell erősíteni a kábítószereket elutasító szemléletben, a már szerfogyasztókat pedig a felépülés fele kell terelni. Bekerült a célkitűzések közé, hogy 2020-ra kábítószermentessé kell tenni Magyarországot. 2013. szeptember 1-én megkezdték munkájukat az iskolarendőrök, ugye még 2012-ben döntött arról a kormány, az iskolákba kerüljenek úgynevezett bűnmegelőzési tanácsadók. Októberre már 160 órás képzésen átesett bűnmegelőzési tanácsadó kezdte meg munkáját, köztük sok ex-rendőr. A szakmai szervezetek aggályosnak tartották, hogy a bizalomra épülő prevenciós kapcsolathoz képest a bűnmegelőzési tanácsadónak, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor jelentési kötelezettsége van. Ezt követően volt a Madásznak az iskolai programok a határon című konferenciája, most nem megyek bele annak részletezésébe, és 13. november 22-én mutattuk be először ezt a bizonyos drogosultság egy kirekesztett társadalmi csoport segítőinek érdekképviseleti lehetőségei a Drogszakmai Civil Ombudsman Intézménye című előadást, illetve beszélgetés volt ez, amiről egy videófelvétel is készült, ez a MAT-nak a siófoki november 22-i konferenciáján született meg. És elérkeztünk a végéhez, ami persze csak azt jelenti, hogy 2013 végéhez Magyarország vörös jelzést kapott az AIDS világnapján, ami azt jelenti, hogy a Nemzetközi Drogfókuszpont adatai szerint 2012-ben 35%-kal csökkent a tűcsere programok által kiosztott steriltűk és fecskendők száma. Az utolsó vizsgálatok szerint a HIV előfordulása magyarországi drogfogyasztók körében eddig alacsony maradt, de ugyanez a helyzet volt, mármint ami a tűcsere programokra volt jellemző Romániában és Görögországban is korábban, mielőtt hasonló folyamatok a HIV járványok kitöréséhez vezettek, erre hívták fel a figyelmet a szakértők.
és egy nemzetközi folyóirat 2013-ban az AIDS világnapjának előestéjén megjelentetett egy elemzést, amelyben európai szinten is magas járványügyi kockázatokat mért a magyarországi injekciós drogfogyasztók körében. És hát a 2014-nél még kérdőjelek vannak, azóta is történtek dolgok természetesen, tehát nem eseménytelen ez a terület. Most az a terv, hogy fel fogjuk ezt egy kicsit frissíteni, ki fogjuk elsősorban egészíteni, és hogyha sikerül, akkor, ahogy mondtam, május végén, július elején ezen a bizonyos összágazati watchdogos portálon meg fog jelenni a drogügynek a története is, az elmúlt 4 évre visszamenőleg, és tulajdonképpen ennek a portálnak az is lesz a jelentősége, hogy bárki, aki egyszerű érdeklődőként, civilként, ezen a területen teljesen járatlanként, de érdeklődőként szeretne utána nézni, hogy kicsit hogyan lehet összefüggéseiben látni a drogpolitikai változásokat, kereső szavak alapján fog tudni ugye ebben a rendszerben egy kicsit így barangolni, és ahogy már elmondtam korábban, tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a szociális ágazatot érinti ez az összefoglaló, ez a portál, hanem az egészségügyit, az oktatást és a kulturálist együtt. Köszönöm szépen!